Áprilisban az áram és a liszt árának növekedése miatt valószínűleg megdrágul a kenyér, jelentette be a napokban Zorán Pralica, a Szerbiai Pékek Uniójának elnöke. Több kenyérgyár előre bocsátotta, hogy április végétől 70 dinárba kerül a fél kilós vekni, fűzte hozzá Pralica, majd megjegyezte, a térség többi országához mérten még így is Szerbiában a legolcsóbb a kenyér. Ugyanezt mondja az a hölgy is, akivel Óbecsén találkoztunk, de némi felhang vegyül jelentésébe. Hát jól van, mégis nálunk a legolcsóbb Európában. Hány kenyeret vásárol naponta? Én minden nap 3 kenyeret veszek, 6-an vagyunk, de nem dolgozom, nincs munkám. Volt, aki nem is hallott az újabb kenyérdrágulásról. Egy kenyér 70 dinár, nem hallottam különben, nem. Persze, hallottam róla, a tévében is mondták. Sírba visznek bennünket ezekkel az árakkal. Hogyan éljenek meg azok, akiknek nincs vagy rendszertelen a fizetése? Nem hallottam. Hát most drágult. Most lett 50-55 dinár. Most bejelentették, hogy 70 dinár lesz. Hát borzasztó megáll az embernek az esze. Ezt is alig tudjuk megvenni, nem pedig mikor 70 dinár fog majd lenni. Ez én szerintem nincs helyi, mert ez a kis fizetés azért most már sok minden összegyalapszik, és az ember lassan már ezt a kis kenyére valót is nem bírja megvenni, azért mert nincs telenség van. Ez nagyon-nagyon silalmas ebben az országban. Vagy valaki nagyon jó él, valaki még ma hónap kihal, kipusztul, mert nincs fizetés. Nincs fizetés lehetőség, vagy nincs megélhetés. Gorán Tasić, az országos árutartalékok igazgatója úgy véli, nem indokolt az újabb kenyérdrágítás, mert a mostani ár is elég magas. Tényleg nem értem, hogyan jutottak el a 70 dináros árig, nyilatkozta Tasić.